Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Szedlacsik Miklósnak hívnak. Tegeződve szoktam tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára, sőt itt nálunk mindenki tegezi egymás kortól nemtől függetlenül. Mennyire vagytok elégedettek a jelenlegi világgal? Szuper világot élünk. Én kitaláltam egy újfajta társadalmi formát. Ugye ez most egy olyan társadalmi forma, ami ilyen a demokrácia, a diktatúra és a liberalizmusnak a keveréke. De ha megnézed rövidítve, demokrácia, diktatúra, liberalizmus, dedili. Ez a dedili társadalmi forma. Ha megnézitek, tényleg ez van, hogy demokratikus, diktatórikus liberalizmus, szóval nagyon érdekes az egész. És ugye miért mondom azt, hogy érdekes? Hát ugye én nagyon régóta mondom azt, lassan évtizedek óta, de szó szerint értsétek, lehet, hogy már akár több is, mint 20 éve, hogy ahhoz, hogy az emberek szellemileg nyitottá váljanak, ahhoz meg kell, hogy nehezüljön az életük. Tehát ez olyan, mintha, mit tudom én mondjuk, valaki mondjuk beleesik a kútba, egy kútba beleesik, akkor ugye mit tehet? Tehát ugye kiabál, hát ha valaki meghallja. Ha nem hallja meg senki, akkor imádkozhat az Istenéhez. Tehát ami azt jelenti, hogy ha megnézed, akkor elkezd hinni valami felsőbbrendű lényben, hogy hát ha megsegíti. És van egy harmadik variáció, hogy meghal. Oké? Tehát feladja. Na most, ugye régóta mondom azt, hogy az embereknek ahhoz, hogy megvilágosodjanak egy kicsit, vagy kicsit jobban, mint amilyen megvilágosodás van a fejükben, tehát hogy megvilágosodjanak, ahhoz nehézségek kellenek. Tehát hogyha megnézzük azokat az embereket, akik elindultak a szellemi fejlődés útján, illetve a lelki fejlődés útján, ugye ez két dolog, tehát ezeken az utakon elindultak, azoknak a nagyon nagy része, az valami olyan dolog történt az életében, aminek következménye lett a megvilágosodás. Tehát ez úgy is lehetne mondani a megvilágosodást, hogy megnyílt benne valami. És ahhoz kellett valami nehézség. Tehát az esetek túlnyomó többségében. Tehát biztos hallottatok már olyanról, hogy valaki mondjuk meghalt és újraélesztették, vagy valamilyen formában ugye újraélett, akkor a legtöbb az más nézőpontot, tehát legtöbbnek más nézőpontot vett az élete. Az mit jelent, hogy más nézőpont? Tehát, hogy elindult a szellemiség irányába. Tehát ugye a Földön két dolog van gyakorlatilag. Az egyik, amit úgy hívnak, hogy anyag, a másik meg úgy, amit úgy hívnak, hogy szellemiség. És nem tudom, tudjátok-e, hogy az embernek a fejlődése az melyik irány? Melyik irány? Az anyag iránya az ember fejlődése? A szellemiség az ember fejlődése. Tehát ugye aki esetleg tanul olyat, hogy
ilyen ősi tudományt, mint amit úgy hívnak mondjuk, hogy numerológia, számmisztika, valakinek jobban tetszik, akkor ugye az 1-től 9-ig számban tökéletesen benne van ez a fejlődés. Tehát ha megnézzük, ugye minél magasabb számról beszélünk, tehát 1-től 9-ig ugye a magas szám, tehát a 9-es abból a legmagasabb, ugye annál inkább beszélünk szellemi számról, és minél kisebb számról beszélünk, annál inkább anyagi számról beszélünk. És az ember fejlődése az nem az anyagi szám, hanem a szellemi szám. Miért? Mert gondold végig, mondjuk egy egyes számban mi van benne? Benne van a kettes? Nincs. Benne van a hármas? Abban az egyesben az egyes van, nem? Hát a nulla is egy szám, de az csak erősítő szám. A kettesben is mi van? Benne van a hármas? Abban az egyes már legalább benne van. A hármas benne van? Nincs. Négyes benne van? Nyolcas benne van? Nincs. És akkor így mehetnénk tovább. A hármasban benne van a négyes? Nincs. A négyesben benne van az ötös, vagy a hatos, hetes, nyolcas, kilences? Nincs. Érted? De ahogy megyünk fölfel a számokba, látod, hogy egyre több van benne. Tehát egy négyesben lehet már egy egyes, meg egy kettes, meg egy hármas is, nyilván nem így, hanem négyes, benne lehet egy egyes, meg egy hármas, vagy két kettes, érted? Egy ötösben benne lehet egy négyes, vagy két kettes, meg egy egyes, érted? Stb. Stb. De ha megnézed, még ugyanúgy nem tud benne lenni nálánál nagyobb szám. Világos ez? Tehát nálánál csak kisebb szám tud benne lenni. A 9-esben viszont benne tud lenni bármelyik szám. Érted? Abban tud lenni egy 8-as, meg egy 1-es, vagy egy 7-es, meg egy 2-es, vagy stb. Stb. Érted? Tehát ami azt jelenti, hogy a 9-es az a legmagasabb szellemi szám, egy alacsonyabb szellemi szám a 8-as, egy még alacsonyabb szellemi szám a 7-es, és a 6-os már anyagi szám. Képzeld el? Tehát az 1-es, 2-es, 3-as, 4-es, 5-ös, 6-os azok anyagi számok. És a 7-es, 8-as, 9-es az szellemi szám. Ami azt jelenti, hogy képzeljétek, a 7-esben még valamilyen szinten ott van az anyag, a 8-asban is valamilyen szinten az ott van az anyag, a 9-es a tisztán szellemi szám. Ennek ellenére rengeteg 9-es nem szellemi ember. Rengeteg 9-es ismerősöm van, és nem szellemi ember. Miért? Mert mondhatjuk azt, hogy elragadta őt az anyag. Érted? Elviszi az anyag. Valamilyen szinten én is így voltam. Engem is elvitt az anyag sok hosszú ideig. Ez mit jelent, hogy hosszú ideig? Hát igazából amikor én szellemiséggel kezdtem el foglalkozni, az 98 volt, akkor voltam 37 éves. Tehát 37 éves koromban. Tehát addig engem is elvitt az anyag. Nem tudom, tudjátok-e, hogy az embernek van egy forduló pontja, ez 35 év körül van. Tehát 35 éves kor környékén az embernek már meg kellene állapodni abban, hogy mit fog csinálni a élete hátralévő részébe. Mit fog csinálni? Tehát addigra meg kellene tanulni, tapasztalni, hogy mit csináljon az életének a hátralévő részébe. Ugye én előbb kezdtem el ennek a megtapasztalását, mert én 26 éves koromban kezdtem el a megtapasztalásokat, onnantól tehát indultam ilyen kereső pályára, és 37 éves koromra találtam meg igazából. De akkor sem még kristálytisztán,
de már akkor elkezdtem ilyen dolgokkal foglalkozni. Mit jelent az, hogy szellemiség? Az azt jelenti, hogy az ember tudást fejlesztő dolgokkal foglalkozik. Oké? Tehát tudást fejlesztő dolgokkal foglalkozik. Ez jelenti a szellemiség. Ami nem tudást fejlesztő, az nem szellemiség. Tehát azt gondolná az ember, hogy mondjuk a könyvelés a szellemiség. Hát szellemi munkának mondható, de nem szellemiség. Tehát nem tudást fejlesztő. Tehát minden olyan dolog, ami tudást fejlesztő, az a szellemiséggel kapcsolatos. Oké? Tehát például, mit tudom én, egy tanár tanít, akkor ő valamilyen szinten szellemiséggel foglalkozik. Érted? Tök mindegy, mit tanít. Oké? Miért? Mert mondhatjuk azt, hogy edzi a szellemet. Érted? Tehát edzi az embernek a tudását. Szóval a lényeg az, hogy az emberek sok mindent nem tudnak az ember működéséről, nem tudják azt, hogy ebben az életben kellene fejlődni. Ez nagyon érdekes egyébként, mert ha valaki már találkozott idős emberekkel, olyanokkal, akik régebben nem idősek voltak, nyilván ez egy fiatalnak ugye nehéz, aki már többet élt, annak könnyebb, akkor azt látni, hogy az emberek, ahogy idősödnek, valamilyen szinten, nem mindenki, de nyílnak a szellemiség felé. Tehát például az én apám soha nem nyílt a szellemiség felé, 59 éves korában halt meg, 58 éves korában nyílt a szellemiség felé. De akkor az már késő volt. Világos ez? Honnan tudni, hogy az emberek időskorban nyílnak a szellemiség felé? Menj el egy templomba, és tele van időssel, és alig vannak fiatalok. Világos ez? Tehát maga a vallás is egy szellemiség. Világos ez? Maga a vallás is egy szellemiség, mert a vallások mit nyújtanak? Elvileg kellene, hogy nyújtsanak, és alapokban így indultak a vallások. Aztán ugye sok vallásnál hát a maga szertartás lett a közvetítés a vallásnak, nem az oktatás, nem a tanítás. Tehát minden vallásnak az alapja, amelyik normális vallás, nem egy szektaszerű működés, ott a tudás volt az alap. Tehát átadni olyan tudást, ami könnyebbé teszi valamilyen szinten az életet. Jó? Tehát átadni valami olyan tudást, ami könnyebbé teszi az életet. Na most, hát nyilván nem minden vallás tölti be ezt a szerepet, de azért szellemiség a vallás elviekben, mert gyakorlatilag a legtöbb azért tudást nyújt. Tehát ugye mondjuk példát, tudom én, mondjuk a Bibliából felolvasnak. És most mondtam valamit. Jó? És ugye miért mondom ezt? Mert ugye ha elmész egy templomba, ahol valamilyen vallást tartanak, akkor azt látod, hogy mondom, ott elsősorban idősek ülnek. Mert az idősek keresik a válaszokat az életre, tehát jobban. Miért? Mert előtte nem találta meg a válaszokat az életére, és lassan lejár az ideje, és még mindig nincs válasz az életére. És a fiatalok nem foglalkoznak azzal, hogy választ kapjanak az életükre, mert még messze vannak a elviekben a végtől. Világos ez? Ez olyan, mint mikor valaki a halál közeli állapotba kerül,
és mondjuk meghal, előtte lepereg az élete. Érted? Mielőtt meghal. A saját élete. Na most gondold végig, vajon miért? Hát, hogy valami értelmet találjon a saját életének. Tehát ahogy az emberek idősödnek, úgy próbálják keresni, ha van egy kis sütnivalójuk természetesen, az életük értelmét. Ha nincs sok sütnivalója, akkor nem keresi. Miért? Mert gondold végig, hát lehet, hogy azt gondolja sokáig, hogy az az életének az értelme, hogy fölnevelte a gyerekeit. Jó, de erre az állat is képes. És azért mi nem állatok vagyunk, nem? Hanem emberek. Rengeteg fajta állat felneveli a saját utódját, nem? Na most, tehát akkor mivel vagyunk jobbak? És mondom, ahogy az emberek idősödnek, keresik a válaszukat az élet értelmére, az életük értelmére, és ezért ugye elkezdenek nyílni a szellemiség felé. Csak ez egy csapda, mert az már késő, érted? Tehát az embernek az életének az értelme, az nem keresgélni kell, hanem rá kell találni az életének az értelmére, érted? Jó, hát azt talál, aki keres, nyilván, de ugye ebben próbálunk segíteni az embereknek, hogy a saját életük értelmét megtalálják. Ebben is segítünk az embereknek. Na most, hála Istennek, mostanában ugye azt látom, hogy egyre több a fiatal a csapatban. És egyre több a férfi. Mert ráadásul mit láttok a templomba? Ha elmentek egy templomba, tanulmány egyébként, idős és elsősorban nők. Érted? Elsősorban nők. És itt most megnézzük az ivararányt, több a férfi. Oké? Tehát itt a heti találkozónkon, szerdán és vasárnaponként, az elmúlt egy-két hónapban megfigyeltem, hogy lehet, hogy nem két hónapban, csak az elmúlt egy hónapban, hogy mindig több a férfi. Nagyon érdekes. Tehát, ugye miért mondom ezeket? Mert mondom, ha gondold végig, gyakorlatilag majdnem minden ember eljut oda, ha csak nem hirtelen halállal hal meg valamikor sokkal fiatalabb korában, de hát ha megöregszik, tehát megy az időskor felé, minden ember eljut oda, hogy, vagy szinte minden ember, hogy mi az életének az értelme. Tehát azok nem jutnak el oda, akik viszonylag fiatalon meghalnak, érted? Azok se, akik hirtelen halálba halnak meg. Nyilván fiatalon. Vagy viszonylag fiatalon. Na most gondold végig, hogy ösztönösen az emberek eljutnak oda, hogy keresik az életük értelmét. Akkor vajon nem jobb lenne az ember, hogyha tudatosan sokkal fiatalabban rájönne arra, hogy mi az életének az értelme? Vagy hülyeségeket beszélek? Azért, mert a főiskolán az anyagot tanítják. Tehát a főiskolán semmilyen szellemiséget nem tanítanak, és gyakorlatilag, ha csak nem, az egy katolikus főiskola, vagy református főiskola, vagy bármi más, mondjuk vallási főiskola, vallási alapon működő főiskola. Jó, de a hagyományos főiskolákon egy dolgot tanítanak. Úgy hívják, hogy anyag. Szellemiség az nulla. Szóval a lényeg az, hogy mondom, minden ember, aki megéli az időskort,
az nagyon ritka kivétel, hogy ne keresse az életének az értelmét. De hát, tehát akkor ez egy ösztön, érted? Az élet értelmének a keresése az egy ösztön, ha az ember megéli azt az időszakot. Lehet, hogy te még messze vagy attól, és eszedbe se jutott, hogy ilyet kellene keresni, hogy mi az életednek az értelme. Érted? De ha meg fogsz öregedni, akkor tudni, hogy fogod keresni. Világos ez? Na most, ha viszont fogod keresni, jó, ha tudod, hogy fogod keresni, akkor nem lenne tudatosabb, okosabb, inkább úgy mondanám, hogyha az időben az ember tudatosan keresni? Még egyszer kérdezem. Na most van egy nagyon egyszerű az élet értelme, egyszerű módon megfogalmazás. Az élet értelme a szellemi fejlődés. Oké? Ez a legegyszerűbb megfogalmazás. A szellemi fejlődés. Érted? Tehát két szó egy névelővel. Oké? A szellemi fejlődés. Na most ez mit jelent? Az azt jelenti, hogy olyan tudásra szert tenni, ami az élet és az ember működésével kapcsolatos. Ez ezt jelenti. Oké? Tehát az ember és az élet, vagy az élet működésével kapcsolatos. Oké? Na most ezt honnan tudni, hogy így van? Jó? Ezt a legtöbb embernek fogalma nincs, hogy honnan szerezze meg azt, hogy ez tényleg így van. Jó? Én ezt az információt megkaptam, tehát tudom, hogy így van. Ráadásul azóta meg is győződtem róla, hogy így van. Ez pedig azt jelenti, hogy neked voltak előző életeid. Oké? Ami azt jelenti, hogy legalább egy előző életed volt. De ha legalább egy előző életed volt, akkor az bazi hosszú volt. Oké? Mert másfél millió éve nincs lélekteremtés a világegyetemben. Tehát a legfiatalabb lelkek is a világegyetemben másfél millió évesek. Tehát ami annyit jelent, hogyha neked ez a második életed a léted során, akkor az előző életed az másfél millió éves volt legalább. Ha te nem egy fiatal lélek vagy, tehát egy másfél millió éves, akkor több tíz, több száz, vagy akár több milliárd éves lelked lehet. Ami annyit jelent, hogy abba belefért akár több földi élet is. Na most, ha nem földi életet éltél, akkor nem valószínű, hogy több életed volt. Oké? Csak a Földön van inkarnáció, illetve egy másik bolygón is volt, ami már, ahol már nincs. Oké? Tehát a Föld azért van legyártva, direkt mondtam ezt a szót, hogy itt inkarnálódhatnak az emberek, illetve inkarnálódhattak eddig az emberek. Oké? Illetve a lelkek. Oké? Tehát a lelkek, az emberi lelkek. De az emberi lélek pont ugyanolyan lélek, mint bármilyen más értelmes lény lelke. Pont ugyanolyan lélek. Tehát ami azt jelenti, hogy amire te azt mondod, hogy földön kívüli,
vagy azt mondod, hogy Isten, vagy azt mondod, hogy angyal, na ezeknek mind ugyanolyan lelkük van. Sőt, mind lélektestvér. Oké? Mind kivétel nélkül. Mert ugyanis a világegyetemben lelket csak egyetlen egy lény tudott teremteni. Oké? És a mai napig is csak egyetlen egy lény tudna teremteni, ha akarna lelket. Ami azt jelenti, hogy nem teremti a lelket, hanem magából adja oda a lelket. Tehát kiválasztja magából. Oké? Na most akkor ezt tovább nézve ezt a dolgot, ugye gondold végig, hogyha több életed volt már, akkor itt a Földön inkarnálódtál. Ha ez a második életed, akkor neked volt egy sok millió éves előző életed. Érted? És akkor megkérdezném, mit keresel itt? Egy. Kettő. Hol van az előző életi tudásod? Vagy előző életi tudásaid? Oké? Tehát hol van az előző életi tudás? És miért vagy itt? Mit keresel itt? Két okból vannak itt emberek alapvetően. Tehát, és annak vannak okai természetesen, de alapvetően két okból van itt az ember. Egy. Azért, hogy megtanulja a különbséget tenni a jó és a rossz között. És a jó és a rossz különböző fokozata között. Azért, hogy odafönt ne kelljen már ezzel küzdenie. Oké? Tehát itt meg tudja tanulni. Ez az egyik ok. Tehát akik a bolygóra kerültek, főleg régebben, azok ezért kerültek ide. A másik, akik azért jöttek, hogy kiszabadítsák innen az itt rekedt lelkeket. Mi az, hogy itt rekedt lélek? Ugye az a baj, hogy egy élet alatt kellene megtanulni a jó és a rossz közti különbségtételt. Oké? Tehát egy élet alatt. Ugyanis minden földi élet előtt az előző életi tudás az ki van törölve a lélekből. Ezáltal nem adódnak össze a tudások. Tehát ha valaki nem tanulja meg egy élet során a jó és rossz közti különbségtételt, akkor kap egy új esélyt a következő életében. Úgyhogy az előző életi tudásra nem emlékszik. Te sem emlékszel az előző életi tudásodra. Akkor a másik, ugye, akik azért jöttek, hogy kiszabadítsák az itt rekedt lelkeket. Tehát az itt rekedt lelkek, azok szépen lassan elfelejtik az inkarnációik során. Mit jelent az, hogy elfelejti? Tehát az ember úgy működik, hogy nem tudja, hanem sejt dolgokat. Az azt jelenti, hogy mondjuk azt sejti, hogy mintha én nem ide való lennék. Érted? De minél több az inkarnációd a Földön, annál inkább elveszted ezt a sejtést. Világos ez? Logikus. Tehát ez nem tudás, tehát nem emlékszel, de mégis sejted, hogy valami nem stimmel, mintha én nem ide való lennék. Mintha ez nekem egy idegen hely lenne ez a bolygó.
És minél többet inkarnálódik valaki, annál inkább elveszti ezt a sejtést. Annál inkább nincs ilyen sejtése. És ezáltal, mivel nincs ilyen sejtése, eszébe se jut, hogy fejlesztenie kellene magát. Érted? És akik azért jöttek, hogy kiszabadítsák a lelkeket innen, ebből az inkarnációs folyamatból, azok az előző életben nem a Földön töltötték a létüket, tehát angyalok vagy istenek voltak az előző életükben, és ugye ők sejtik azt, hogy nekik ez egy furcsa hely, mintha nem itt lettek volna előtte, tehát ez nekik egy ilyen idegen hely, és elkezdik magukat fejleszteni, és elkezdenek másokat fejleszteni abból a tudásból, amikkel elkezdenek rendelkezni. És a tudással lehet kiszabadítani az embereket ebből az inkarnációs folyamatból. Én az előző életemben nem ezen a bolygón éltem. Azt is tudom, melyiken. Oké? Nem itt voltam. Na mindegy, de nem ez a lényeg. Hanem az a lényeg, hogy gondold végig, hogy minden emberben ott van, hogy mi az életének az értelme. És akkor most már lassan az emberek tudhatnák, hogy mi az életük értelme. Mert lassan az emberek akkor át fognak csalódni az anyagba, hogy rengetegen ebbe a csalódásba bele fognak pusztulni. Szó szerint értsd. Oké? Tehát a kezdet ennek még csak most indult el, ugye valamivel több mint 2,5 évvel ezelőtt. Ugye itt Európában 2019, illetve 2020 márciusában indult el ez a fajta változás, ahol az emberek szépen elkezdenek csalódni az anyagban. És most itt a gazdasági krak, amiben vagyunk, ez már krak, ez már gazdasági krak. Na most az azt is jelenti, hogy az embereknek nagyon nagy gondjaik lesznek azzal, hogy nem lesz elég pénzük úgy, mint eddig a vásárlásokra. Oké? Emiatt ínséges időket fognak megszenvedni. Na most azt nem tudom, tudjátok-e, hogy az ínséges időszak az hány év szokott lenni? 7 szűk esztendő. Így van. Így van. Tehát a 7 szűk esztendő az nem 2020-szal indult el, hanem az idén indult el. Oké? Tehát eddig nem volt szűk esztendő. Sőt, még az emberek spórolhattak is azzal, hogy nem mehettek vásárolni. Érted? Hát még spóroltak is vele. Hát voltak időszakok, hogy nem mehettek vásárolni. Gondold végig. Hát az egy spórolási időszak volt. Tehát a 7 szűk esztendő az most kezdődött ebben az évben. Az emberek még nem veszik észre, tehát lehet, hogy ezáltal ez kitolódik, mert minél hamarabb észreveszik az emberek, annál hamarabb van vége. Logikus, nem? És minél kevésbé veszik észre, később veszik észre, annál később lesz vége a 7 évnek. Tehát ez azt jelenti, hogy az emberek most tömegesen fognak csalódni az anyagba. Itt egy kérdés van,
hogy keresik-e majd az anyagban való csalódáskor az életük értelmét. Mert eddig azt hitték, hogy az anyag az életük értelme. Érted? Tehát az emberek azt hiszik, itt a nyugati társadalomban, most nem az egész világról beszélek, hanem itt a nyugati társadalomban, hogy az életük értelme az az anyag. Érted? De amikor nem lesz elég pénzük, akkor egy nagy csalódás lesz számukra az anyag. Érted? És itt mondom még egyszer, egy kérdés lesz, hogy abból mennyien keresik majd az életük értelmét. És ha megnézed azt, hogy hány olyan szervezetet találsz, amelynek vezetője van, aki meg tudja mutatni az embereknek azt, hogy mi az életük értelme. Csak azért, mert még én egyel sem találkoztam rajtam kívül. Érted? Meg szoktam nézelődni a YouTube-on, higgyétek el. És nem találtam egyet se. Oké? Tehát mintha a vezetők, most nem az államfőkre gondolok, hanem a spirituális, szellemi vezetőkre gondolok. Mintha ők se tudnák, hogy mi az emberek életének az értelme. Na most gondoljuk végig, hogyha neked az az életednek az értelme, már pedig ez, hogy minél több tudást szerez az élet és az ember ismeretről. Miért? Meg lehet kérdezni, de miért? Miért kell tudás? És akkor ide egy kicsit vissza, ide megyünk, hoppá. Mindjárt. Jó. Csak. De csináltam egy keretet. Oké, nem baj, most ott marad. Szóval képessé váljanak szeretetben, békében és boldogságban együtt működve élni. Ezért kell a tudás. Tehát, hogy az ember képes legyen szeretetben, békében és boldogságban együtt működve élni. Oké? Na most, gondoljunk végig, amikor neked valami nagy problémád van, akkor te képes vagy szeretetben, békében és boldogságban együttműködve élni? Ki van csukva? Ki van csukva? Érted? Én még nem láttam olyan embert, aki ha valami nagy gondot kap, akkor képes lenne szeretetben, békében és boldogságban együttműködni másokkal. Mondjuk én ezt csináltam. Nem most. Tudjátok már mikor? Mondjuk 2004-ben. Már simán megcsináltam. Pedig az 18 évvel ezelőtt volt. Oké? Tehát ugye gondold végig, tehát ahhoz, hogy az ember képes legyen szeretetben, békében és boldogságban együttműködve élni, ahhoz kellene olyan tudás, hogy tud kezelni a problémádat. Érted? Hogy az a probléma, amikor utadba kerül, vagy utadba áll, akkor az ne probléma legyen a te számodra. Érted? Na most a problémák kezelése, azt én azt láttam, hogy hát az bizony tudás. És minél többet ismer az ember az élet és az ember működéséből, annál könnyebben kezeli a problémákat. És ugye ez a probléma, a fő probléma, hogy ha jó állapotban vagy, nincsenek problémáid,
akkor képes vagy szeretetben, békében, akár boldogságban, akár együttműködni másokkal. De mi van, ha kapsz egy problémát? Akkor mennyire vagy képes? Ugye ez jó kérdés, nem? Tehát itt vagyunk mi emberek, és én azt tudnám mondani ezzel kapcsolatban, hogy örüljön az, aki eljutott oda az életében, hogy mi az életemnek az értelme. Oké? És azt csak sajnálni lehet, aki nem jutott el oda. Ez mit jelent? Hogy már nincs az élők sorában, tudod. És nem jutott el oda. Miért? Mert ugyanúgy keresheti a következő életében az életének az értelmét. Érted? Mi az, hogy nem látni? Ja, igen, nem látni, tényleg. Ja, mert elkattintottam. Jó. De a feliratot azt jól láttatták. Jól láttak. Jó, szóval lényeg az, hogy itt van egy határidő, amiben az emberek nem hisznek, ebben a határidőben. Azt gondolják, hogy ez nem igaz. Na most pedig volt már egy előző határidő, az 2012. december 22 volt, amit úgy propagáltak, hogy világvége, ha emlékeztek. És ugye sokan rettegtek is, hogy jön a világvége. De szó szerint. És az valóban egy világvége volt. Most egy új korszak kezdődött ugye december 23-mal. Azért volt világvége, mert december 2012. december 23-tól indult egy új korszak. Milyen új korszak? Az azt jelenti, hogy amikor egy korszak létrejön, az nem úgy jön létre, hogy egyik pillanatra a másikra. Az úgy jön létre, hogy van egy átmeneti időszak. Ami azt jelenti, hogy még a régi él, és az új elkezd felépülni. Tehát a régi elkezd lebomlani, az új meg elkezd felépülni. Világos ez? És ezzel egy baj van, hogy az új az majdnem mindig a régi romjaira épül. Ez a baj. Tehát romjaira épül. Na most a rom az nem egy építmény, az nem egy működő valami. A rom az rom. Érted? És most kezdődött. Ugye ez az emberek által is láthatóvá válni, ez a rombolás, hogy omlik össze minden. Ez most kezdett el világossá válni. Azok számára nem, már régebben világossá vált, akik ilyen dolgokkal foglalkoznak, hogy ugye a végkezdetén vagyunk, illetve hát nem a végkezdetén, hanem már a új korszak, tehát, de ahhoz le kell omlania az előzőnek, hogy ráépülhessen egy új, érted? És ez most folyik. Itt egy kérdés van,
hogy ráépül-e a régire az új. Mert a régi egy olyan társadalom volt sok ezer éven keresztül, ahol minden ötödik ember megpróbálta elnyomni a további négyet. Érted? Minden ötödik ember a bolygón, függetlenül attól, hogy hányan éltek ezen a bolygón. Ezeket úgy hívják, hogy elnyomók vagy antiszociális személyek. És ez mindig így működött több ezer éven keresztül a bolygón. Mióta ez az emberiség van? 4000 akárhány száz éve. És egy olyan fajta működésben, ahol minden ötödik ember azon dolgozik, hogy te ne boldogulj, elég nehéz boldogulni. Érted? És miért volt ez jó a fentieknek? Mert ezáltal, képzeljétek el, hogy van elnyomás, az emberek megélik a rosszat. És a lélekben, ugye, tehát a lélek megéli ezt a rosszat, hogy milyen az elnyomás, tehát hogy megéljék az emberek a saját bőrükön, megtapasztalják az elnyomást, érted? Hogy ne akarjanak ők elnyomni, elnyomóvá válni, érted? De hát ugye gondolhatod azt, hogy minek, mikor úgyis meghalsz, és törlődik a tudás, nem? Van nekünk egy elménk, és az elme, meg az elment, nem az, hogy elment valaki, hanem el van mentve. Az eléggé hasonlatos kifejezés, szó. Ugyanis el van mentve az, amit te megélsz. És ha visszakapnád azokat a tudásokat egyszerre, amikor már megérdemled, hogy visszakapd, amikor már nem lesz törölve, mert ha törölnék és úgy kapnál vissza, akkor nem érné vele semmit. Hanem amikor tudsz különbséget tenni a jó és a rossz között, és akkor visszakapnád az összes tudást, nem mint ember, mert abba azt nem bírnád ki, hanem mint lélek azt kibírnád, akkor onnantól kezdve tudnád kezelni az összes előző életi fluktuációt, frusztrációt, na, érted? Ami annyit jelent, hogy onnantól kezdve jó istenként tudnál működni, vagy jó angyalként tudnál működni, érted? Mert ugye vannak gonosz angyalok is, tudjuk jól, nem csak jó angyalok. Ami annyit jelent, hogy akkor gondold végig, hogy mi az életed értelme. Az életünk értelme az, hogy olyan szintű tudást szerezzünk, amivel visszatérhetünk abba a létformánkba, honnan jöttünk. De úgy, hogy nincs megkérdelezve bennünk az, hogy képesek vagyunk-e a jó és a rossz közötti különbséget tenni. Érted? Nem tudom, hogy ez mennyire tűnik számodra értelmes életcélnak, ha nem tűnik számodra értelmes életcélnak, én erre megrántom a vállam, te dolgod. Oké? De mondok akkor neked egy rossz hírt, jó? Azt, hogy akkor nem erre a bolygóra fogsz inkarnálódni. Oké? Hanem egy olyan bolygóra, ahol csinálhatod az elnyomást, érted? Meg csinálhatod a hülyeségeidet. Kész van, készen egy ilyen bolygó.
nem itt a szomszédban, nem a naprendszerünkben, jó? Csak úgy mondanám. Egy másik naprendszerben, ami az univerzum szélén van. Egy viszonylag új naprendszerben. És akkor ott lehet reinkarnálódni, de az azt jelenti, hogy ott a reinkarnációk még csak most kezdődnek. Érted? Tehát ott első inkarnációkról beszélünk. És milyen környezetben? Hát gondold végig, az istenek nem csináltak helyettünk házakat. Nem. Nem csináltak helyettünk mobiltelefont. Oké? Meg autót. Semmit nem csináltak helyettünk. Nekünk kellett megcsinálni. Ami azt jelenti, hogy leszületik az ember törölt tudással, na akkor csinálj egy mobiltelefont abból. Oké? Hát a gyereknek nem tanítják meg a tűzgyújtást, nem tudja, hogy hogy kell. Világos ez? Tehát most a tűzről, nem a tűzhelygyújtásról beszéltem, az könnyű. Elcsavarja a gombot, azt már melegít is. Érted? A tűzgyújtásról beszélek. Tehát ami annyit jelent, hogy semmi gond. Nem kell neked ilyen dolgokba hinni. Menj ki a univerzum szélére, az ott lévő bolygóra, azt legyél ott te. Ennyi. Oké? Az időd lejárt. Oké? Legalábbis ezen a bolygón. Itt még egyszer nem inkarnálodsz. Oké? És nem azért, mert én mondom, nem én mondom. Ez üzenik fentről. Oké? Milyen egyszerű. De hogyha te akarsz fejlődni, vagy fejlődtél is az életedben, akkor egy kicsit más a helyzet. Oké? No, hát ennyi fért bele itt az első részbe. És annyit szeretnék majd ehhez kapcsolatban mondani, hogy minden olyan terület, miért megy át mindig oda az egér, nem értem. Minden olyan terület, ami az életeddel kapcsolatos, adunk tudást. Miért? Mert az előbb miről beszéltem? Arról, hogy kapsz egy problémát, és már is nem tudsz békében, szeretetben, boldogságban együttműködve lenni másokkal. De ha van tudásod, akkor más a helyzet. Oké? Akkor rendszeresen szerdánként és vasárnaponként vannak képzéseink, teljesen megfizethető áron. Oké? Na most, ha ennél kedvezőbb díjjal akarsz tudáshoz jutni, akkor menjél nyugodtan, keresgél. Jó? Úgyse fogsz találni egyébként, mondom előre, de nyugodtan keresgéljél. Mit jelent az, hogy tudás? A tudás nem az, hogy na te ilyen vagy, nem ilyennek kéne lenned, hanem ilyennek. Nem ez a tudás, jó? Hanem az a tudás, amikor azt is megmutatják, hogy hogy juss el oda. Érted? Hogy milyen módszereket kell alkalmazni ahhoz, hogy oda eljuthass. Oké? Na most nem tudom, tudod-e, hogy a módszerek a bolygón mennyibe kerülnek? Bazisokba. Óránként sok ezer forintba kerülnek a módszerek. Érted? És tudod, mi a legtöbb baj azokkal, akik módszert adnak? Hogy tanulták, és nem megélték. Érted? Tehát mondhatjuk azt, hogy nem hitelesek. Oké? Miért? Mert nem érte meg. Ő csak fogta, megtanulta,
Azt, ez olyan, mint mikor én a szakmámat tanultam annak idején, és voltak a szakmai tanárok, nem sok volt, egy pár, és mindig azt mondták, hogy azok a szakmai tanárok, akik nem boldogultak a szakmában. Komolyan? Mert azok, akik boldogultak, azok a szakmában dolgoznak. Érted? És ha megnézed, ugyanez van a szellemi téren is. Megtanultak dolgokat, és akkor tanítják az embereket. Sok ilyen emberrel találkoztam, már a 90-es években, érted? Hogy jött oda tanítani engem, jó dolgokat mondott, csak én mindig visszakérdeztem, és hol tapasztaltad ezeket meg, úgy a saját életedben. És akkor úgy elakadtunk ebben a kérdésben. Érted? Hát ő csak tanulta. Érted? És nem próbálta ki. Ez olyan, mint hogy Jézusi ezelőtt 2000 éves dolgokat akarnak most berakni a most dolgokba. Persze a szeretettel semmi gond nincs. Érted? Meg a boldogsággal, meg együttműködéssel semmi probléma nincs. Csak ma más a társadalom, mint 2000 évvel ezelőtt. Érted? Másabbak az emberek is. Hát csak a méretüket megnézzük, sokkal magasabbak. Érted? Átlagosan mondom, átlagosan, sokkal magasabb az emberiség, mint akkor volt. Szóval a lényeg az, hogy gondold végig, hogy a legtöbb helyen olyan tudást adnak neked, ha módszer, hogy az az illető már nem él. Érted? Ezért számtalan vagy számos esetben átírták az ő tanítását. Oké? Olyanok, akik nem élték meg, olyanok írták át. Érted? Vagy nem éltek át azokat a dolgokat. Azok írják át. Akkor ráadásul, ha még esetleg nyelvfordításokat is csinálnak. Érted? Arról az alapdologról. Az akkor vajon mennyire hiteles? Tehát már alapnyelven is többször átírták, meg még nyelvet is fordítanak. Az mennyire hiteles? És akik átírták, mennyire élték meg azokat a dolgokat? Én vagy közvetlenül, vagy közvetve megéltem azt, amit tanított. Érted? Miért tudtam közvetve megélni? Hát közvetlenül, hát nem szerettem volna mindent megélni nyilván. Mert akkor az egy élet nem lett volna elég hozzá. Közvetve az azt jelenti, hogy nekem 91 óta van saját szervezésű csapatom. Érted? És nem alkalmazottak, alkalmazottak is voltak. Volt olyan időszak, hogy volt saját csapatom is, meg alkalmazottaim is voltak. Csak az alkalmazottakat nem tekintettem csapatnak. Világos ez? Mert azok szükségből voltak itt, a csapattagok meg nem szükségből vannak itt. És nem is szükségből voltak itt sose. Érted? Ez a különbség. Mert a szükség mit csinál? Törvényt bont. Így van. Jó, tehát lényeg az, hogy sikerült megtapasztalni is azokat a dolgokat, amit tanítok. Érted? Mondom, ha nem közvetlenül, akkor közvetve, hogy más élte meg, nekem meg volt rálátásom. Megnézzük azokat a tanítókat, akik
mondjuk csapattal rendelkeznek. Vajon mennyire profik a szervezésben? Milyen szervezésben? A csapatszervezésben. Az azt jelenti, hogy fogják és hozzácsapódnak emberek. Valamilyen oknál fogva, mert mit tudom én, mondjuk megjelenik a YouTube-on. Oké? De vajon képes-e arra, hogy tanítsa a szervezést? Az emberek szervezését? Most gondold végig, ha mindenki egy emberhez csatlakozik, az rosszabb, mint a választás. A parlamenti választás, vagy az önkormányzati választás. Miért? Mert egy ember hogy fog közvetlenül irányítani százat, ezret, tízezret? Hogy? Sehogy. Oké? Sehogy. Tehát egy ember hatékonyan hat embert tud közvetlenül vezetni. Oké? Hatot. Nem százat, nem ezret, nem tízezret. És hol látsz olyan helyet, ahol kialakították azt, hogy te szervezhess, és neked legyen saját csapatod a nagy csapaton belül, és te legyél ott egy vezető a csapatodnak. Hol látsz ilyet? Szellemi területen. Hol látsz? Mert látsz, anyagi területen látsz ilyet. De szellemi területen hol látsz ilyet? Anyaggal kapcsolatosan vannak ilyenek. Szolgáltatások is értékesítésben vannak így. De azoknak semmi közük a szellemiséghez. Ott nem a tudásról szól a történet. Oké? Hanem arról, hogy eladják a terméket, vagy a szolgáltatást, vagy éppen az üzletet adják el. Mert a legtöbb esetben, ilyen esetben az üzletet adják el, hogy gyere, meggazdagodhatsz. Oké? Tehát a meggazdagodás az, akárhogy nézzük, nem anyag véletlenül. Tehát lényeg, hogy vagy rám találsz, vagy keresgél nyugodtan, úgyse találsz másikat, jó? Én négyszer sikerült piacvezetői pozíciót elérni, mondjuk azt, de az egyik csak fél éves volt, úgy azt vegyük ki a legelsőt. Háromszor sikerült piacvezetői pozíciót, most ugye mai, amit most csinálunk, abban is piacvezetők vagyunk. Tehát volt előtte kettő. Próbálták másolni. Senki nem tudta azokat se. Érted? Tudod miért? Mert soha nem a pénzért csináltam. Világos ez? Azért nem tudták másolni, ők meg mind a pénzért akarták csinálni. Oké? Én mindig az emberekért lettem piacvezető. Érted? Az emberek miatt, hogy az embereknek olyat nyújtsa, ami jó számukra. Oké? És nem érdekelt a pénz. Gondold végig, most is úgy van, hogy több mint 75%-a a bevételnek ki van fizetve jutalékban. Érted? Minden bevételnek a 75%-a, miről beszélünk? Ki csinál még ilyet? Oké? Ugye amikor azt mondjuk, hogy a Jóisten ingyen csinálta, akkor ez nem teljesen így van, mert a saját érdekében csinálta. Mert nem volt pénz. Tehát nem létezett olyan, hogy pénz, hanem gondoljuk végig, a cserét kérte. Miért vagyunk itt a Földön? Azért, hogy ne lázadjunk ellene. Ne jussunk egy olyan helyzetbe, mint Lucifer jutott meg a bagázsa. Érted? Hogy szembefordult a Teremtővel. A világegyetemben sok olyan lélek van, amelyik szembe van fordulva a Teremtővel. Azért hozták ezt létre,
hogy ne legyen még egy ilyen. Világos ez? Tehát ami azt jelenti, hogy ő cserébe azt kéri, hogy együttműködjünk velük. Ő náluk nincs pénz, de csere van. Világos ez? Ez a csere. Tehát gondold végig, a Jóisten azért hozta létre a lelkeket, hogy szembeforduljanak vele. Biztos, hogy nem azért. Oké? Hanem azért, hogy együttműködjenek vele. Világos ez? Ezért. Ami azt jelenti, hogy ott nincs pénz, mert nem kell pénz, hogy legyen. A pénz az itt van nálunk, csak a bolygón. Nincs több olyan bolygó jelenleg a világegyetemben, ahol a pénz van, érted? Csak itt. Már ugye a társbolygónkon sincs, mert már ott aranykor van, és ott nincs szükség pénzre. Oké? Tehát lényeg az, hogy gondoljuk végig az egészet, hogy mi az életed értelme. Az életed értelme nem a reinkarnáció. De ha anyag az életed értelme, akkor ne csodálkozz abban, hogy tovább fogsz reinkarnálódni. Oké? Mert az anyag az semmi más, csak egy eszköz, és nem cél. Világos ez? Tehát, hogyha neked az anyag az egy cél, akkor rossz úton jársz. Oké? Az anyag az simán, tisztán csak egy eszköz. Világos ez? Az olyan, mint egy szerszám a szakember kezében. Érted? Mit tudom, a varrónőnek az eszköze a varrógép. Oké? Vagy a tű meg a cérna. De nem az a cél. Világos ez? Úgyhogy ne keverjük össze a célt az eszközzel. Az eszköz az használatra van. A cél pedig amifelé haladunk. Oké? Köszönöm szépen a figyelmeteket, szeretlek benneteket, sziasztok!